február 19-e péntek van, és kirtent a pénteken újon órám, hogy csak este kell bemennem, ezért végre a változatosság kedvéért nem a súlyba készülöm, hanem a FEM 3 káféba megyek egészséges kókuszkockát sütni, meg lesz még a mai nap pár dolgom, úgyhogy gondoltam, hogy ha kíváncsiak voltak, akkor tartsatok velem. De úristen, egy kicsit elszámoltam magamat, és 10 perc múlva dél van, délre pedig megyek edzeni Lacihoz. Úgyhogy most nagyon gyorsan fel vannak, lepakolom az utcaimat, felveszem az edzésruhámat, és rohannak a csilibe. Úgyhogy irány. Azért durva, hogy egy óra alatt hogy meg lehet halni, hogyha elég intenzitással edzem. A vállam az majd leszakadt konkrétan, alig bírom tartani az iPad-emet. A hasam is kikészült. De jó volt, legalább leedzettem. Most pedig megint csak rohannom kell egy megbeszélésre. Úgyhogy hazamenni sajnos nincsen időm, pedig ennék már valamit, de most helyett ez a zéró bár lesz a segítségem, de valamit muszáj enni az is után. De tényleg sietnem kell, úgyhogy nem tudom majd még mit fogok enni a mai nap, de valami szület táplálékot is. Hogyha hazaértem, akkor megmutatom azt is. Most pedig irány a belvárosba egy Costa Café. Végre hazajöttem, úgyhogy most már egy minimális kis időm itthon videózni, meg igazából annyi lesz, hogy gyorsan megeszem ezt, mivel még nem sokat ettem, azért egy jó nagy adag édesporgonya, illetve szójás csirkemel, és gyorsan összepakolom a bőröndömet, mert este fél 8-kor megyek haza Debrecenbe,
előtte pedig 5-től még lesz egy gyakorlatom az egyetemen, úgyhogy eléggé rohanós a napom. De gyorsan megjöttem, összepukolok, és szerettem már még elmondani, hogy reggel fel 3-ban a kókuszkockán egészen jól sikerült, én nem ettem belőle ugyan, de Mónika azt mondta, hogy finom lett. Majd egyébként belinkelem valóra a videót, ahol meg tudjátok nézni a teljes adást, hogyha nem láttátok. Hát nagyjából jó volt. Aztán ugye délre mentem edzeni, az nagyon jó volt, az nagyon kellett. Vánnál has volt. Azt hiszem körülbelül 3 szuperszetet csináltunk. Összvisz, vállra, meg merre. De úristen, a hajamat nem tudtam utána összekötni, ennyire készen voltam. Viszont attól lesznek ilyen szép hajam, majd egyszer. Meg utána végén még hasasztom, amit gyűlölök. A leges, legjobban ezt utálom, komolyan. Nagyjából szerencsés vagyok, mert a hasamon azért elég gyorsan látszik az eredmény, és én nem oda hízok, hanem inkább combra meg fennékre. És nagyon szeretnék nagyon szép kockás hasat, de annyira utálom a hasizom gyakorlatokat, hogy nem tudom, hogy lesz-e valaha olyan, amit szeretnék, de mindegy, ma is tettem érte azért. Utána pedig a megbeszélés, amire mondtam, hogy megyek, az nagyon jól sikerült. Igazából most sajnos még többet erről nem nagyon mondhatok, de amiért ezt szóba hoztam, az az, hogy tényleg hihetetlen, hogy a blogomnak köszönhetően mennyi lehetőséget kaptam már eddig is, és ez azért olyan fura, mert nem tudatosan kezdtem ezt így építeni, és mégiscsak jöttek a lehetőségek is. És azért nagyon szeretném ezt nektek is megköszönni tényleg, hogy itt vagytok velem, és követtek, és kíváncsiak vagytok arra, mit csinálok, mert tényleg ez a sok lehetőség, ez nektek is, vagyis ez nektek köszönhető. Úgyhogy örülök neki is. És remélem, hogy a jövőben is még maradtak és kíváncsiak lesztek. Úgyhogy most jó étvágyat nekem. Gondoltam még, hát kíváncsiak vagytok, hogy milyen kilátásnál eszem a kis ebédemet. Ezért megmutatom nektek szépen az ebédet. És utána Budát is. Vagyis a Bikás Parkot. Imádom, hogy ilyen helyen lakhatok. Imádok a 10. lakni, komolyan. Azért ez mindenképpen nagy pozitívum a BG-nek, hogy milyen jó helyen van. Imádom, hogy minden nap a park mennél sétálhatok. És éljen a péntek esti iskola. Illetve nem esti iskolába jár be. Hogy még péntek este 7-kor is itt vagyok. Na mindegy. A ma esti Balatos vacsorán fő támogatója az egyik kedvenc helyen, a Humus Bar. Felkészült lenni, de innen láthatjátok, hogy én sem vagyok 100%-ban mindig, és nem tudok mindig dobozolt kaját hozni magammal, hiába szeretnék. Úgyhogy néha velem is előfordul, de belefér a makróimba. És tudom, hogy amúgy általában úgyis magamra csinálom a kajáimat, úgyhogy ma este belefér egy jó kis falafeles salátás, vagy mi? Humusz salátás. Tudtam beszélni, mert elég sokan voltak így az egész kocsiban. De képzeljétek el, 5 perc alatt indulás előtt megjelent Andi az ajtóban. Ezzel a csokor tulipánnal. Na mindegy, az út egyébként nagyon hosszú volt, és nagyon nem, hogy végre itthon vagyok. És alig várom, hogy aludjak egy nagyon. És amúgy a videó is elég unalmasra sikerült, de igazából ennél izgalmasabb napjaim nem nagyon voltak. Úgyhogy ezt tudtam most megmutatni. De készülök egy új videóval, amiben beszélek az IIFIM módszerről, a makrokról, hogy mik is azok és hogyan működnek, mert tudom, hogy sokatokat érdekel. Úgyhogy, ha szeretnétek látni azt a videót is, akkor lájkoljátok ezt, kommenteljetek, iratkozzatok fel a csatornámra, és sziasztok!